3D-s nyomtató, névjegykártya méretű számítógépek, Lego robotok és sok más Android alapú eszköz. Ez a nem mindennapi látvány fogadta a vendégeket a Kisvárdai Bessenyei György gimnáziumban csütörtök reggel. Ezeket a tárgyakat a szlovák-magyar Interreg projektnek köszönhetően tudta beszerezni az intézmény. A határmenti intézményközi együttműködés érdekében közösen dolgozott és fejlődött a Király Helmeci gimnáziummal a Kisvárdai iskola az elmúlt 2 évben. A diákok megtanulták a gépek használatát, a programok megírását, és debreceni nagyvállalatok kutatásait és fejlesztéseit is megismerhették. Kisvárdán például CNC esztergát vásároltak és külön labort is építettek. Király Helmec Kisvárda testvérvárosa, így nem volt kérdés, hogy a partnerségben együtt dolgoznak majd, közölte a Bessenyei gimnázium intézményvezetője. A kérdés csak az volt, hogy milyen téma legyen az, amiben ezt az együttműködést igazán ki tudjuk bontani, és itt találtuk meg azt a komoly területet, ami szerintem manapság nagyon népszerű és nagyon aktuális. A negyedik ipari forradalomnak a közepén fejtelenül szükséges az a fajta gondolat, hogy hogyan lehet a tanulókat érzékenyíteni a robotika, a CNC programozás egyáltalán a digitális technika irányába, és olyannyira sikerült a projektünket előkészíteni és tevékenységekkel körbebársázni, a legmagasabb pontszámmal tudtuk ezt a projektet a bizottság szerint elérni. A programba 12 általános iskolát is bekapcsoltak, annak érdekében, hogy ne csak a középiskolás tanulókat tereljék és motiválják a természettudományok és a műszaki tudományok irányába. Ennek köszönhetően mintegy 150 középiskolást és 300 általános iskolás diákot tudtak elérni a 2 éves időszakban. A partner intézményben hasonló programokat és eszközbeszerzést biztosítottak a projekt forrásából. A 41 millió forintos forrást közel fele-fele arányban használták fel. A Király Helmeci gimnázium 2008-ig egy hagyományos gimnázium volt. Majd abban az évben Szlovákia is bevezette a kötelező iskolaprogramot. Mi akkor úgy gondolkoztunk, hogy szeretnénk szakítani azzal a sztereotípiával, amelyel megbélyegzik a gimnáziumokat, hogy csupán általános tantárgyakat oktatnak, és csupán egy érettségit ad, illetve kötelező főiskolára és egyetemre menni, és úgy gondoltuk, hogy induljunk el egy kicsit gyakorlatilasabb irányba is, és hozzuk közelebb a diákok számára a szakmákat. Nyújtsunk betekintést nekik ezekbe a szakmákba. És akkor létrehoztunk, mi úgy hívjuk ezt, hogy profiláció, szakprofiláció. Diákjaink elsőtől egészen negyedik évfolyamig 4 szakprofilációba választhatnak. Az első az effektív ekonomika, a második applikált informatika, a harmadik gyógyszerészet és negyedik menedzsment. Ezt a szakprofilációt úgy kell elképzelni, hogy a diákok heti 2, illetve 3 órában látogatnak olyan érdekes tantárgyakat, mint például, és itt az informatikát fogom kidomborítani, mint a hálózatismeretek, hálózattervezés, hálózatmenedzselés, de van olyan tantárgyunk, hogy fotó és stúdiótechnika, professzionálisan berendezett videókameránk van, fényképezőgépeink vannak. A projektben mindkét fél számára prioritás volt, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók oktatásához, tudásához, személyes és társadalmi jólétéhez is. Az elmúlt 2 évnek köszönhetően erősödött a szakmai kapcsolat a 2 intézmény között. Továbbképzéseken vettek részt a pedagógusok. Aktív projektmunka zajlott a 2 iskola tanulói között, illetve kompetenciafejlesztés és nyári táborok szervezése is megvalósult.